Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes és hatékony módszert szeretnék bemutatni, hogyan lehet fontokat telepíteni. Nyilvánvalóan a fontok betűkészletek telepítése nagyon egyszerű, letöltöd a betűkészletet, rákattintasz, általában grafikus felületen előugrik, hogy hogyan néz ki az a font, és ott lesz egy olyan egy telepítés gomb, amivel tudod telepíteni. Oké, ez természetesen nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon hatékony dolog, de mi van akkor, ha több száz fontot szeretnél telepíteni? Nem kell megijedni attól, hogy több száz. Egy font családban, egy font fajtában 10-25 darab font van, ami dőlt, vastagított dőlt, meg ilyesmi, tehát érdemes egy egész családot telepíteni, nem egyet-kettőt, és azt majd, vagy abból inkább így pontosabb, abból legenerálja a program, mármint a szövegszerkesztő vagy rajzprogramot döntött, kurzív, meg egyéb dolgokat. Nem érdemes direkt letölteni azokat a dőlt vagy vastagított és dőlt és a többi fonttípusokat is, amiket a készítő elkészített. Nyilvánvalóan nem azért készített el annyi fajtát abból a betűtípusból, ami neked nagyon megtetszett, mert unatkozott, technikailag sokkal jobb minőséget ad az, hogyha te direkt azt a fontot használod, azt a font képet, már maga a font készlet egy döntött betűtípus, vagy egy vastagított, vagy egyéb betűtípus, és akkor valamivel szebb lesz a kinézet. Oké, első gondolat, hogy hogyan tudjuk megnézni azt, hogy milyen fontok vannak. Nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, hogy nem szoktuk megnézni, amit felrakott a gép, az oké, az szép, telepítők rakosgatják a fontokat, és aztán lesz egy csomó, hát igazából felesleges fontunk, és ezzel jelenleg nem szeretnék törődni, hanem azt szeretném megmutatni, hogyan nézzük meg terminálba, hogy milyen fontkészletek vannak. Fontkészleteket úgy tudjuk lehívni, hogy FC kötőjel list elindul. Mi az, ami számunkra nagyon fontos? Itt jelenleg nem az a fontos, hogy mennyi van, meg mi a neve, természetesen, hogyha keresel valamit, ezt a listát szűrheted, vagy esetleg egy TXT szövegfájlba ki is mentheted, de ez igazából nem olyan izgalmatos dolog. Fent van, megnézzük menet közben, tehát hogyha szerkesztünk, vagy írunk valamit, hogy az adott betűtípus fent van-e, ha nincs, akkor telepítjük, nem nézegetjük, hogy éppen mi van fent. Név szerint ez azért fontos, illetve én azért hívtam le, mert hogyha nem tudod, hol van a fontod, a fontkészleteknek a helye, akkor természetesen mi a lehetőség? Itt megnézzük. Megnézzük, hogy a globális, mindenkinek elérhető fontkészletek az USR, share per fontba vannak, és van alkönyvtárok. Tehát, hogyha sok-sok-sok-sok fontot szeretnél rakosgatni, különböző típusú fontokat szeretnél rakosgatni, akkor a font könyvtárba alkönyvtárakat is létrehozhatsz, úgyis megtalálja a rendszer, és utána nagyon-nagyon boldogan használhatod, rendezgetheted azt. A másik, ami font készleteket ad, a Home Laci, tehát a felhasználói könyvtárba, a pont lokál, share font. Tehát ez is egy font könyvtár. Én ennek ellenére a harmadikat használom, mert számomra az átláthatóbb, illetve annak megvan a előnye, hogyha nem globálisan mindenki számára elérhetően akarod telepíteni a fontot, akkor természetesen az USR gyökérkönyvtár, USR share fonts könyvtárba kell beletenni, hanem csak magadnak, hogy egy külön erre rendeltetett könyvtárat, amit a rendszer is fel fog ismerni, azt hozol létre, hogyha nincs létrehozva, és abba rakod bele, mert akkor egy mozdulattal le tudod menteni a saját fontjaidat. Akármelyik fontkönyvtárat használhatod, nyilvánvalóan a rendszer szintű telepítéshez illő a sudo jogot azért elétenni, tehát sudo és akármilyen parancsok, de hogyha magadnak telepítesz, akkor ilyesmi nincs. Ami számomra nagyon fontos, a fontok egy része, tehát a betűkészletek egy része természetesen jogvédett. Annak, hogy egy jogvédett fontot használj, igazából semmi akadálya nincs, de én azt mondom, hogy annyi szabadforgalmú, mindenki által elérhető fontkészlet van, ami tökéletesen megfelel a szabadalmaztatott, védett fontkészleteknek, hogy bizony nincs nagy értelme azon rágadni, hogy ez most szabad, nem szabad. Persze, hogy azt mondja az ember, senki nem fogja megnézni, hogy a te leveleidbe,
amit kinyomtatsz, vagy a te névjegyeden, amit kinyomtatsz, vagy a te rajzodon, amit kinyomtatsz, milyen fontkészlet van, mert az emberek 99%-a csak azt látja, vékony, vastag, dőlt kalapkabát, ennyi, meg aztán vannak azok a szép, hát grafikusabb fontkészletek, ennyi. Tehát nem lesz ebből igazából nagy lelkiismeret furdalás, hogyha nem olyan fontot használsz, ami szabadforgalmú, de én azt mondom, hogy itt van, fent van három darab link, vagy illetve három darab lelőhely, amit érdemes lesz megnézned. Ott, ha nem találsz elég fontot, akkor beütöd, hogy free font, TTF, és utána annyit ad ki a Google kereső, vagy amit te használsz, hogy te el fogsz tévedni. Még egy kis kitérő, utána már technikázunk. Nem kell az összes létező 20 milliárd, akármennyi, nem tudom mennyi, fontot felgyömöszölni a gépedre, miért, mert fölösleges. Nem fogsz használni. 4-5-10 olyan font van, amit érdemes használni, nagy nyomdák sem használnak 5 millió darabot, nyilván, hogyha a kedves kuncsaft valami speciális kinézetet szeretne, akkor igazából előkerítik azt a fontkészletet a több ezres készletből, amit nekik megvan, de igazán nekem, feltehetőleg neked sem kell több ezer. Lényeg az, hogy teljesen legálisat használjunk. Milyen fontokat kell keresni? Kétfajta fontot érdemes, hát hogy is mondjam, előtérbe helyezni, de gyakorlatilag, hogyha valami mögött ott van, hogy TTF vagy OTF, abba a pillanatban te használhatod. Oké? Tehát használható technikailag, inkább így mondom, ezeket kell keresni. Egyéb fontkészleteket is le lehet tölteni, lehet olyasmit, amit esetleg te még módosítani is tudsz, de ez nem ennek a beszélgetésnek a témája. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy letöltés után, hozzáteszem, letöltés után nem feltétlenül TTF kiterjesztés lesz, azaz előfordulhat, hogy CIP vagy egyéb tömörítés által összegyömöszölt fontkészletet fogsz kapni. Ez logikus, mert ahogy én majd meg fogom mutatni, jó néhány ugyanolyan nevű, csak más kinézetű font van a világon, és egy családba tartozik, egy nagyon-nagyon picike kis gondolat mentén ezeket mindig le kell tölteni, hogy szebb legyen a kinézete a munkádnak, és hogyha ilyen van, nem 10-15-20 darab fájl jön le, hanem egy CIP állomány, összetömörített állomány, az, mit ki kell bontani. Én azt szoktam javasolni, bár ezt nem kell követni, mert hogyha egy helyre rakod a fontokat a fontkönyvtárba, akkor ilyen problémád nem lesz, de én az általam kedvelt, megkedvelt, vagy esetleg hosszadalmasabb éveken át tartó munkának a fontjai, font kinézete, az legyen egyforma, akkor természetesen leszoktam menteni, azaz a kitömörítés jellemzően egy darab könyvtárba történik, ami menteni szoktam, hogy meglegyenek a fontjaim, mert utána a fene tudja, hogy azt a kinézetű fontot honnan kerestem elő. Lényeg, a következő dolog, általában a font könyvtárba fogjuk betenni, hát vegyük elő a Ranger-t, már az a legegyszerűbb, Ranger, és elindítottam a Ranger-t, megmondom neki, hogy legyen szíves a rejtett pont dot, így szebben mondjuk, dot könyvtárakat is előbányászni, elő is bányászni, és látjuk azt, hogy van ilyen könyvtárunk, hogy font. A előbbi listában ez igazából nem szerepelt, mert jelen pillanatban a bemutatás kedvéért ez teljesen üres. Azaz, ilyen problémám nincs, hogy itt esetleg van valami, de ezt használom. Ezt használja a rendszer, ezt is használja a rendszer. Ez is egy szabvány könyvtár, amit lehet használni. Gyakorlatilag mit teszünk? Ha ilyen könyvtárunk nincs, figyelj rá, lehet, hogy nem látod azonnal, elő kell keríteni a te fájlkezelődben a rejtett fájloknak az előhozatalát, mutatását. Hát láthatóan az elején nekem is úgy van beállítva a rendszer, hogy a rejtett rendszerkönyvtárakat nem szeretném látni, könnyebb vele egy dolgozni, a géppel, a fájlkezelővel, de hogyha szükség van rá és látni akarjuk, akkor előkerítjük. Ha nincs ilyen, létre kell hozni. Általában a szabvány elterjedtebb disztribúciók automatikusan létrehozzák. Oké, láttuk azt, hogy ez jócskán üres. Letöltés után, hogy te hova szeded ki, hova meneted ki, az teljesen mindegy a
fájlokat, de egyetlen egy dolog, ami nekem nagyon fontos, illetve hát a rendszernek is, a tömörítvényt légy szíves kibontani. Én azt mondtam, egyszerű okok miatt az asztalra raktam ki a fontokat, persze alkönyvtárba, és ahogy lehet látni, a Montserrat fontkészletet fogjuk telepíteni. Ez alap esetben nincs telepítve. Itt is kitérek rá, hogy látjátok, hogy van egy név. Van egy neve a fontkészletek, és utána vannak ilyenek, hogy light, italic, extra, akármi, bold. Ezek a vastagságot, a döntéseket, a kurzivitást, meg egyebeket fogják neked mutatni. Ezeket, mindegyiket érdemes telepíteni, természetesen, hogyha felteszel egy fontot, és abból legenerálhatja a rajzprogram, vagy esetleg a szövegszerkesztő a vastagított, a bold típus, de én azt mondom, hogy egyszerűbb kiválasztani a bold típust, és akkor az valamivel szebb lesz. Oké, nyilvánvalóan mindenki sejti, hogy ez a TTF könyvtár, amit az asztalomon létrehoztam, ez nem lesz alkalmatos arra, hogy éppen a rendszerbe befogjuk, beépítsük, hanem be kell másolni, kijelölöm az összeset, senkinek nem okoz gondot, hogy a font könyvtárba bemásolja, én a range-et használom, és be is fogja másolni, megmondtam neki, be van másolva, látható OTF? Igen, megfelel annak a kiterjesztés minőségnek, annak a kiterjesztésnek így pontosabb, ami számomra fontos. Oké. Hogyan tovább? Bent vannak a fontok a megfelelő könyvtárba, én előhívok egy terminált, egy táblatörlés után üres lett a táblánk, és be fogjuk írni a következő dolgot, amire nagyon-nagyon odafigyelünk, mert egy picikét trükkös a dolog. FC, kötőjel csész, szünet, kötőjel F, szünet, kötőjel V. Előfordul olyan elütés, hogy az FC után a chase közötti kötőjel elé is teszünk egy darab space, tehát üres helyet, az nem fog működni. És enter után lefut a parancs, ennyi az egész. Hogyan ellenőrizzük azt, hogy ez éppen bekerült-e oda, ahova kell? Hát fogjuk a kedvenc szövegszerkesztő, akármilyen rajzoló programot, ami képes a fontokat kezelni. Értsük azt, hogy bizony fontokkal dolgozik, ki tudod választani. Akkor mit csinálunk? Elindítjuk és megnézzük, hogy installáltuk-e ezt a fontot. Én a LibreOffice-t indítom, általában mindenki ismeri, tehát azzal nincs gond, természetesen miért is ne a szomszéd monitorra tette ki, és a fontok között megnézzük, hogy van-e olyan, hogy Montserrat. És ahogy lehet látni, megkaptuk a Montserrat alternatív fontkészletet, ennyi az egész. Köszi szépen, sziasztok!